Tehát ha mondjuk most idehívnánk az akadémia elnökét, ki ez ügyben úgy szokott nyilatkozni, és megkérdeznénk, hogy ugyan miért próbálta elhitetni több millió magyar állampolgárral, hogy Szent István nem viselhette a fején ezt a koronát. Hát mégis mire alapozta ezt a véleményét? Hát akkor valószínűleg nagyon udvariasan, és nagyon tagoltan szépen elmondaná, hogy azért, mert ugye a koronán hátul ott van egy bizánci császár képmása, név fölirattal. Tehát le lehet olvasni, ez a Mikhaelen Christo Pistos Basileus Romaion ho Ducas. Ez a Ducas családból származó császár a rómaiaknak, Mihály. Na most ilyen egy volt, tehát itt nincs mese, ez az egy Ducas Mihály néven 1071 és 78 között uralkodott. Már most tudva levő, hogy Szent István viszont 1038-ban meghalt. Hát akkor ugye betetszik látni, hogy ezt a koronát nem viselhette Szent István. Ez annyira megejtő ez az okoskodás, hogy eszünkbe se jut megkérdezni, hogy ugyan egy pillanatra még mielőtt elvonulna fölvenni a Nobel-díjat. Nem mondaná meg, hogy és Ducas Mihály képe eredeti vajon a koronán? Hogy lehet ilyet kérdezni? 200 éve mindenki úgy tárgyalja, szakemberek, ez a kifejezés ma már egyszer elhangzott, szakemberek egyfolytában úgy tárgyalják, és ebben egyet is értenek, hogy ez természetesen eredeti a koronán. És nincs olyan riporter, aki megkérdezné tőle, hogy most szakember ide, szakember oda. Nem vette véletlenül észre, hogy ez a kép az eredeti foglalatán, ennek az eredeti foglalatnak 26%-ával túlnyúlik. Mondjuk nem tud számolni, rendben van, akadémia elnöktől mindent azért nem lehet elvárni, de ránéz és látja, hogy az eredeti foglalatában nem fér bele. Na most, közepes intelligenciával egy körülbelül 5-7 éves gyerek ebből milyen következtetést vonna le? Hogy tudnék, nem eredeti azon a helyen. Miért? Azért, mert az ötvösség története egyértelműen bizonyítja, mai napig bezárólag, hogy mindig előbb van a befoglalandó tárgy, és ahhoz készül pászentosan a foglalat. Soha még véletlenül sem fordítva. Tehát ilyen nincs, hogy én most minden esetre méretezek ide egy foglalatot, aztán vagy belefér az adukászkép, vagy nem fér, hát még akkor mindig megvan az a lehetőség, hogy oda szögecseljük. Hát ilyen nincsen. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy rendkívüli képzettséget igénylő feladat, amit hát mint nem kifejezetten ennek a témának a kutatója nem tudhat az akadémia elnöke, hanem arról van szó, hogy tényleg egy 5 éves gyerek szintjén azonnal megoldható probléma. Tehát ha nem fér bele egy kép, vagy kő, vagy gyöngy a foglalatába, az azt jelenti, hogy másodlagos azon a helyen. Ez tehát nem vélekedés kérdése, hanem ténykérdés. Na most, két alapvető nagy módszertani hibát lehet elkövetni mindenféle kutatási területen. Tehát ha ez, mit tudom én, az amőbák násza kérdésköre, nagyon fontos kérdés, ott is ugyanez a két alapvető módszertani hiba követhető el, mint hogyha én az űrkutatás bármelyik problémáját vizsgálom. Az egyik az, ha feltételezésemet ténynek maszkírozom. A magyar Szent Korona kutatás története tele van olyan állítással, amit az elmúlt 50-100 évben csak kijelentő mód jelen időben közölnek velünk, mintha az tény lenne. Közben pedig feltételezésről van szó, amit soha semmilyen ténnyel nem támasztottak alá. De van ennek egy fordítottja is, ami ugyanilyen súlyos módszertani hiba. Amikor én vélekedés kérdésnek állítok be valamit, ami ténykérdés. Tehát ha egyáltalán szóba kerül az, hogy a magyar Szent Koronán Ducas Mihály képe másodlagos, akkor egy ilyen kézlegyintéssel elintézik, hogy hát vannak ilyen vélekedések, de hát ezek elenyészőek, és csak néhány megszállott mukinak, egyébként is ilyen lökött pasasnak a magánügye. Na most szeretném kérdezni, vélekedés kérdésről van itt szó? Hát hiszen itt tényről van szó. Tény az, hogy a Ducas Mihály kép nem fér bele a foglalatába. Ebből nem lehet más következtetést levonni,
csak is azt az egyet, hogy ebben a foglalatban eredetileg más kép volt, olyan kép volt, amelynek a számára készült ez a foglalat. És ez sokféle lehetett, de egy biztos, hogy nem a Dukász kép volt. Akkor miért ezzel datálják a koronát? Tehát nem tudom, érthető-e, itt nem arról van szó, hogy nekem mi a véleményem a dologról. Itt tényről van szó. Na most a másik, hogy tudjuk-e, hogy eredetileg milyen kép volt itt. És ez most már a második ilyen eset, hogy egyfolytában vélekedésekről beszélnek. Tehát, hogy van egy ilyen vélemény, hogy ez Szűz Mária képe lehetett. De nem ez a helyzet, hanem van egy tény, hogy egy koronaőr, és tudjuk, mit jelent, ha koronaőr nyilatkozik a koronáról. Ez egyetlen olyan hivatás, aminek a betöltője tényleg tudhatja, hogy mi van a koronán. Mert nem másodpercekig foglalkozik vele, hanem az a feladata, hogy amikor kiveszi a ládából, alaposan vizsgálja meg, de minden négyzetmillimétert alaposan vizsgálja meg rajta. Majd amikor visszateszi, még egyszer. Egy ilyen koronaőr, ki ráadásul többet láthatta a koronát az adott történelmi viszonyoknak megfelelően, mint bármelyik elődje vagy utódja, ez egyértelműen leírja, hogy itt Szűz Mária képe van. Nincs félreértésre lehetőség. És mikor írja le? 1613-ban. Tehát ez azt jelenti, hogy 1613-ban itt hátul Szűz Mária képe van. Kijelentő mód jelen időben ír. Tehát szóba se jöhet egy olyan csúsztatás, hogy hát ő biztos csak arról írt, amiről gondolta, hogy ott van, de ő ezt nem láthatta. Már ugyan miért ne láthatta volna? Tehát, hogy érzékeljük, valakiknek itt borzasztóan fontos, hogy egy, ne Szűz Mária lett légyen itt, kettő, hogy Dukász Mihály lett légyen itt. Miért? Mert abban az esetben a koronának, mint egységnek a tárgyalása, ha ide Dukász Mihályt eredetiként teszem, lehetetlenné válik, és a korona készítése későjévé válik. Dukász Mihály 1613-ig nincs rajta a koronán. Ez nem vélekedés, ez tény. Az is tény, hogy 1790-ben írják le először. Na most, ha a jelenlévők közül egyetlen egy van, akinek csak egy percig kétsége van afelől, hogy Révai Péter hitelesen és teljes értéken írja le a koronát, én szívesen rászánok akár 10 percet is, hogy elmondjam, hogy milyen módon próbálják ma hitelteleníteni Révai Péter, tanulságos lesz. Tehát érdemes végigmenni ezen, mert semmi értelme nincs annak, hogy bármit is nekem higgyenek el. Érdemes utána menni tényeknek, és nem pedig ilyen parázsló szemekkel várni, mikor hibázik az előadó, és majd akkor lecsapunk rá. Tehát a helyzet a következő. Ma azt adják be nekünk televízión keresztül úgynevezett szakemberek, hogy Révai Péter nem azt írta le 1613-ban, amit látott, hanem azt, amiről úgy gondolta, hogy ott kell legyen. Ha elől pantokrátor kép van, és Jézus, így gondolkozik Révai Péter, akkor mi lehetett hátul más, mint Szűz Mária? És nem érdekli az, hogy ott mégsem Szűz Mária van, hanem Dukász Mihály. Na most az első reagálásom az, hogy ezt a hallatlan pimasságot kikérem magamnak. Tehát azt, hogy én rossz hiszeműséget tételezzek föl egy próbált becsületű, kiváló emberről, aki gyakorlatilag ott halt meg a korona mellett. Miután végigkövette annak az összes viszontagságát, amikor Bethlen Gábor ugye magához vette Pozsonyban, többször ki kellett venni a ládájából, megnézni, újra visszatenni, megint megnézni. Ilyen közelről kellett vizsgálni, hogy a csodába téveszthet össze egy labarummal, tehát császári jelvénnyel ábrázolt fekete körszakállas férfit Szűz Máriával. Na most a másik, még súlyosabb érv, ami már tudományosnak nevezhető, honnan vette volna Révai Péter, hogyha elől pantokrátor van, hátul nem lehet más, mint Szűz Mária? Hát hány ilyen koronát ismerünk?
Hát a magyar szent koronán kívül egyet se. Akkor hogy jutott volna az eszébe? Tehát, hogy érthető legyen, már eleve a kiindulás alapja teljesen hibás. Hát ez az egyetlen ilyen korona. Honnan gondolta volna? A másik, amit szintén a tévé hallgatók, nézők több milliós hát közönsége részére mondott el egy másik figura, az pedig így szól. Azt mondja, Révai Péter református volt. Eddig tény. És hogy gazsuláljon a katolikus rendeknek, ezért bár ő nagyon jól kellett, hogy tudja, hogy ott Dukász Mihály képe van, mégis azt írta le, hogy Szűz Mária képe van. Az a baj, hogy kipróbálnak bennünket, hogy ezt is bevesszük. És ott van a gond, hogy bevesszük. És akkor vagyunk megsértve, ha valaki figyelmeztet, hogy azért már ne haragudj, már ekkora idiótaságot már tényleg nem szakember létedre is észre kellett volna venni. És meg van sértve, mert eddig ő a rokonsága körében szaktekintének számított, mert megnézte ezt az adást. Tehát nagyon lényeges, hogy most itt magunkkal állunk egy kemény nagy csatában, mert már annyiszor becsaptak bennünket, hogy már a második ilyen esetnél, amikor figyelmeztetek rá, hogy iszonyatos mértékben hazudtak nekünk, már akkor azt mondják, hogy még mindig jobb, ha az előadót nézem hülyének, mintha be kell vallanom, hogy hagytam magamat ennyiszer ilyen átlátszó ügyekben orromnál fogva vezetni. És nem igaz az, hogyha valaki tudja, hogy 1613-ban pontosan dokumentált, egy álom adat keretében megszerzett hír, ahol teljesen hiteles személy, jól olvasható nyelven, jó állapotban fönnmaradt írásban közli velünk, hogy ki volt itt hátul, akkor nekem ettől szabad eltekintenem, és azt mondom, én mégis inkább az akadémia elnökének hiszek. Szóval azért ne felejtsük el, itt már a saját jellemhibáinkról is szó esik. És ezeket azért jó volna már egy kicsit tisztogatni. Tehát minden esetre Dukász Mihály másodlagos, és pontosan lehet tudni, megint hangsúlyozom, tény kérdésről van szó, hogy Szűz Mária képe volt eredetileg. A következő kérdés nyilvánvalóan fölmerül a jelenlévőkben is, hogy mikor, milyen céllal ki távolította el. Hát erre említettem egy terminus post quemet, tehát egy olyan időpontot, ami után következhetett be csak a csere, ez 1613. És mondtam egy terminus ante quemet, tehát egy olyan időpontot, ami előtt történhetett csak. Ez volt 1790. Mert ez először 1790-ben írnak le ezen a helyen három olyan képet, amelyik ma is itt van, tehát a Dukász Mihály képet, a kón feliratú és általában Konstantinosznak leolvasott képet, meg a harmadikat, a Geobicas feliratút, amelyeket viszont általában Gézával azonosítanak, rögtön hozzáteszem, teljesen alaptalanul. Na most ezt a három képet először így együtt 1790-ben írják le. Szoktak rá hivatkozni, hogy már az 1650-es években Révai Péter koronaőrnek egy posztumusz munkájában, tehát halála után kiadott munkájában már szerepelt a Konstantin kép. Nem igaz? Szerepel benne a Konstantinosz név, de ő maga írja le, hogy Nagy Konstantinról beszél. Nem erről a Konstantinról, ez nem Nagy Konstantin. Ez Konstantinosz Porfirogenitosz. Az első Konstantin nem volt Porfirogenitosz. Tehát a bíbor teremben született, ennek egyetlen oka volt, nem is volt még bíbor terem. Ez a Porfirogenitosz azt jelenti, hogy a bíbor teremben, a császári palota bíbor termében született, tehát már az apja fölvette a császári bíbort, ami után született a gyerek. Ez a jelző, ez arra utalt. Tehát, hogy érthető legyen, 1790 és 1613 közé kell tennünk a cserét. Na most tudjuk nagyon jól, hogy beavató korona lévén nem lehet akármikor cserélgetni. Mikor lehet cserélgetni? Vagy a koronázás alatt, tehát mi után kivették a ládából, és mi előtt visszatették bele, de akkor egészen biztosan, hogy leírták volna ezt. Tehát, hogy lenne róla valamilyen dokumentumunk.
De van egy olyan nem egészen 6 év a történelmünkben, amikor egyszerűen nem tudjuk, mi történt a koronánkkal. Mikor van ez? Akkor van, amikor II. József rendeletileg kiviteti az országból, és fogalmunk sincs róla, mi történt vele. Ez 1784. április 4-én kelt. Ez egy nagyon nevezetes dátum. Az első, tehát április 4-én az első rendelete, amit a koronaőrök még nem teljesítenek életük és vagyonuk kockáztatásával. De a második rendelkezésnél már lehet érezni, hogy ez az őrült, ez nem csak őket fogja kinyírni, hanem a koronát is. És sír a leírások szerint a két koronaőr, amikor át kell adniuk, mert nem tudják, mi fog vele történni. És tényleg nem tudjuk, mi történt vele. 1790-ben, amikor közvetlenül II. József halála előtt engedi, hogy hazajöjjön, teljesen szabálytalanul történik az átvétel, nincsenek jelen a koronaőrök, és így kerül haza a korona. Ekkora leírások már egyöntetően ezt a három képet írják le. Tehát egész egyszerűen kizárásos alapon ki lehet jelenteni a képek cseréjére kizárólag 1784 és 90 között kerülhetett sor. Ez megint nem vélekedés kérdése, hanem egész egyszerűen kizárásos alapon tényként lehet állítani. Na most, milyen célja, vagy milyen tétje lehetett a cserének? Erre megint azt kell mondani, hogy nem ismerjük eléggé mélyen a történelmünket. De nem azért, mert buták vagyunk, vagy azért, mert felületesek vagyunk, hanem mert gondosan eltitkolnak előlünk a létünket, nagyon mélyen érintő tényeket vagy ténycsoportokat. Ilyen például az 1700-as évek, 1780-as évek egész Európára vonatkozó grandiózus átrendezési terve. Ez az úgynevezett második vagy új Bizánc terv. Teljesen értetlenül állnánk azelőtt a tény előtt, hogy 1780-as évek derekán miért kell bizánci császárokat tenni a magyar koronára, amikor 1453-ban már elbukott Bizánc. Akkor miért kell bizánci császárt föltenni? További tény, amit nem értünk meg, ha már bizánci császár kerül egy koronára, akkor miért a tarkó részre kerül? Soha nem tettek tarkóra bizánci császár képet, ha az volt a cél, hogy annak a főségét valami módon jelöljék. Tehát itt teljesen nyilvánvalóan egy késői és megzavarodott képfölhelyezésről van szó, amikor sem az eredeti funkcióval, sem bizonyos formai sajátosságokkal már nem voltak tisztában. A második Bizánc tervről elvileg kellene tudni a történelem tanároknak, de gondosan titkolják az ide vonatkozó adatokat. Miért? Azért, mert két olyan hatalom volt érdekelt benne, amely közül először az első ült a nyakunkon, utána pedig a második. Először a Habsburgok, utána pedig az oroszok. Na most ez mind a kettők számára kínos fiaskó volt, mert végül is nem sikerült végrehajtani. Ennek a lényege az volt, hogy kiszorítják a törököt Európából, de nem csak Európából, hanem Anatóliából is. Helyreállítják a bizánci birodalmat, annak legnagyobb kiterjedése területén, és a maradék részén Európának pedig megkapja a II. József a balkáni területek átengedéséért, mert ezek most a II. Bizánci birodalomhoz tartoztak volna, megkapja cserébe Bajorországot. Most a bajorokat épp úgy nem kérdezték meg, hogy mit szólnak ehhez, mint bennünket, hogy bennünket viszont teljesen megszüntettek. Tehát ebben az Európa tervben ilyen, hogy Magyarország már nem létezik. Ezt azért jó, ha tudjuk, mert általában sírnak, hogy ma milyen rossz a magyarság sorsa. Ekkor sokkal rosszabb volt. Tehát fönnállt a reális esélye annak, hogy Magyarország egyszer s mindenkorra megszűnik. És ha csak egy-két évvel tovább él ez a torkunknak ugró bestia, vagy ha csak egy ennyivel tehetségesebb lett volna ez a teljesen tehetségtelen politikus, és annál még tehetségtelenebb hadvezér, akkor mi most németül dicsőítenénk II. Józsefet, mint a német-római császárság tagjai.
Tehát az az óriási szerencsénk volt, hogy ő mind a kettőnek, politikusnak is, de hadvezérnek még inkább elképesztő mértékben tehetségtelen volt. Tehát elérte azt, amit se utódjainak, se elődeinek soha nem sikerült, hogy egy abszolút győztes helyzetben átvette a hatalmat, és néhány nap leforgása alatt a teljes hadseregét bekerítették a törökök, királyostól. És az a hadtörténetileg rendkívüli helyzet állt elő, hogy a török hadvezetőség nem hitte el, hogy ekkorát lehet hibázni hadvezetés terén, cselre gyanakodott és visszavonult. Teljesen példátlan az eset. Ezzel úszta meg ez a ön és közveszélyes. Nem is méltatom már további jelzőkkel. Figura. Tehát, hogy érthető legyen, ő valóban mindent megtett annak érdekében, hogy Magyarország ne létezzék. Már előkészületek megtörténtek, a német nyelv, mint hivatali nyelv bevezetődött, a vármegye rendszert szétzúzta, központi igazgatású 10 kerületre osztotta az országot, hát ismerjük a dolgokat. Ezek a részek már tanított dolgok. A magyar jobbágyságot, amelyik gazdaságilag is, jogilag is messze fölötte állt, a örökös tartomány jobbágyságának annak a szintjére züllesztette le. És mindezt azokkal az ígéretekkel, hogy a saját nemeseinek a rovására majd előjogokat ad nekik. Eszébe se volt előjogokat adni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy amikor föloszlatta a rendeket, külön ügyeltetett arra, hogy a Szűz Mária képeket el is égessék. Arra is vigyázott, hogy az esküformulákban, bíróságokon, ahol egész odáig a magyar esküformulában ott volt a boldogasszony is. Ezeket onnan törölni kellett. Tehát, hogy érthető legyen, a magyarság Szűz Máriátlanítása minden frontvonalon teljes erővel folyt II. József alatt. Nem értenénk meg, hogy miért volt ez olyan fontos neki, ha nem tudnánk, hogy a magyarság és Szűz Mária kapcsolata nem ugyanolyan jellegű, mint Szűz Máriának bármelyik más nemzethez vagy néphez való kapcsolata. És itt megint olyan ügyről van szó, amit nem tanítanak. Hogy ezt a kapcsolatot nem Szent István építette ki. Ez nem az ő műve. Nagyon pontosan megvan az ő egyik legendájában és a Gellért legendában is, hogy ezt már Szent Gellért készen találta. Leírja, hogy a magyarok másképp tisztelik Szűz Máriát, mint bármelyik más nép. Még azt is leírja, hogy milyen néven tisztelik. Tehát a latin szövegben ott egy magyar szó szerepel. Innen tudjuk, hogy akkor hogy nevezték a királynőt magyarul. Mert akkor az úrnő még csak a királynőnek járt, mint cím. Tehát a magyaroknak nem patronájuk Szűz Mária, hanem reginájuk, azaz királynőjük. Na most minden királynő automatikusan patróna is. De nem minden patróna regina. Tehát a regina az egy közjogilag pontosan definiált kapcsolatot jelent. Ez azt jelenti, hogy aki ezt az országot megtámadja, az egyenesen Jézus Krisztus anyját támadja meg. Tehát ezért Magyarországot egészen III. Károlyig, tehát Mária Terézia apjáig, nem lehetett hivatalosan megtámadni. Egy keresztény Európa részéről hivatalosan ezt az országot nem lehetett megtámadni. Hogy lehetett megtámadni? Hát úgy, ahogy az oroszok 56. november 4-én, hogy valaki behívja őket. Érthető? Na most ilyen Kádár János volt akkor először Péter, aztán Salamon, és aztán időről időre mindig volt valaki. Másképp nem lehetett ezt az országot megtámadni. De nagyon lényeges dolog, külön nagy tanulmány foglalkozik ezzel a kérdéssel, Váci Péternek a kiválóan megírt tanulmánya, aki kimutatja, hogy milyen előnyökkel járt Magyarország részére, az, hogy Szent Istvánnak a judeokrisztián Európával is sikerült ezt a sokkal ősibb védelmi rendszert, hogy tudnélik Magyarországot a királynője Szűz Mária védi, elfogadtatni. Tehát Szent Istvánnak valóban óriási volt a tette, mert aki a judeokrisztián ideológiával el tud fogadtatni egy király női méltóságot, az tett valamit. És sikerült neki elfogadtatni,
és gyakorlatilag egészen harmadik Károlyig, aki degradálta, lefokozta Szűz Máriát, és nagyüzemileg elterjesztette a Patrona Hungáriae címet, holott Magyarországnak nem patronája, hanem reginája, Szűz Mária. És azóta is egyfolytában, mint patronáról énekelünk, beszélünk róla, ahelyett, hogy a reginának, királynőnek tisztelnénk. Tehát nagyon lényeges dolgokról van szó, mert ha én a koronáról eltávolítok egy Szűz Máriát, az a magyarság esetében nem ugyanazt jelenti, mintha mondjuk Peru koronájáról eltávolítanám, notabene soha nem volt Peru koronája Szűz Mária. De ha ott volna, és arról eltávolítanám, tudjuk, hogy Peru is föl van ajánlva Szűz Máriának. Na de csak mint patronának. Tehát soha nem volt reginája. Ma már Oroszország is föl van ajánlva, de soha nem volt reginája. Nézzük meg ezt a Dukász képet fölülről. Ezt a felvételt Kovács Éva és Lovag Zsuzsa könyvébe, ezt ketten írták, nem sokkal a korona hazatérése után jelent meg, utána többször is kiadták újra. Most már csak angol-német változatai jelentek meg. Nem, azt hiszem, hogy nem merik ma már magyarul ezt közéteni. Tehát ebben már annyi a túlhaladott, egyébként is hibás adat, hogy már csak a külföldet etetik vele. De minden esetre ennek a kiadványnak a képanyaga kiváló. Ezeket Szelényi Károly készítette, és én már akkor, mikor megjelent a könyv, egyszer nem értettem, hogy aludt itt a lektor, vagy mi történt. Hát azért ne felejtsük, itt még a 70-es évek végén, mondjuk azt hiszem ez 80-ban jelent, vagy 79-ben. Hát javában dúlt itt a Kádár éra. És beengedték ezt a képet. Ez az egyetlen kép elég lenne ahhoz, hogy valóban az 5 éves gyerek is azt mondja az anyjának, hogy hát ne haragudj, anyuci. Hát ez ugye egy foglalatnak a lemeze. Igen, kisfiam. Hát nem kéne akkor ennek ráhajlani a képre? Hát akkor ennek kéne megfogni. Hát attól foglalat. Na de hát el sem éri. Hát ez azt jelenti, hogy ez nem lehet eredeti benne. Mert hogyha eleve így akarták volna, hogy szöget cseréljük, miért csináltak volna foglalatot? Tehát ezek nem bonyolult történészi, művészettörténészi kérdések. Hát itt egész egyszerűen józanész azt mondja, hogy hát látszik, hogy rettenetesen gyűrött a kép, hát nyilván kifoglaltak belőle valamit, az is nyilvánvaló, hogy megpróbálták belefoglalni ezt, na de hát nem fér bele. Hát nem tudják belefoglalni. Még azt is lehet látni, hogy szegecselték ugyan, de nem is ez a szegecs fogja. Hát honnan lehet látni? Hát azért, mert nem érintkezik a lemezzel. Tehát ma sem a szegecs nem fogja, sem foglalat nem tudja fogni, hanem ez a másodlagos forrasz fogja, amit cínezésnek nevezünk, tehát egy ón, egy alacsonyabb hőfokon olvadó ón, hát bevonat fogja oda. Na most ezek azért döbbenetes dolgok, mert ugyanakkor kétszer is megfúrták ezt a Dukász képet, egyszer itt oldalt belebarmoltak a feliratába, tehát még csak nem is a Dukász kép készülésével egyidejű a fúrás. És utána pedig még egyszer belefúrtak, itt van a két lyuk, de akkor már belementek a glóriájába is, és ez a furat, ez még a kép, tehát a Tamás kép keretén kívül van. Tehát csak az aranyba, ami tartja az egészet, abba a lemezbe fúr bele. Igen, ám, de a felső két lyuk az már egyenesen Tamásba fúr bele. Tehát Tamás most tapogathatja a saját sebeit. Ez egy nagyon lényeges tétel, mert itt most tényleg föl kell tenni azt a kérdést, hogy ezt az égre kiáltó gazemberséget, hogy egy középkori zománc képbe belefúr, ezt kicsinálta. Most ilyenkor jönnek az ilyen övön aluli ingerek, hogy hát ez csak bunkó magyar mester csinálhatta. Hát nem. Nem. Egészen pontosan tudjuk, hogy 1800-as évek második felében ez még nem volt átfúrva. Tehát ezt 1880 után fúrták át, minden valószínűség szerint az 1916-os koronázás előtt közvetlenül. Na most el szoktam mondani, most is hadd mondjam el, hogy itt most én tényleg nem a levegőbe beszélek, amikor ilyen jellegű szakmai kérdésekről nyilatkozom.
mert kerek negyed évszázada a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely tagja vagyok. Tehát azt jelenti, hogy minden ilyen technikát saját kezűleg is csináltam, ilyen képeket. Tehát olyan dolgokat nem lehet állítani, amiket tele van az úgynevezett szakirodalom, hogy hátoldalról ilyen vastagságú aranylemezen lévő zománcképet meg lehet fúrni. Ilyen nincsen. De olyan sincs, hogy egy foglalat elé oda szögecselnek egy képet, amelyik nagyobb, mint a foglalat. Tehát vannak dolgok, amiket egész egyszerűen felejtsünk el. És ha valaki mégis mondja, hogy kicsit gyanakodva nézzük, mert nem biztos, hogy jót akar nekünk. És akkor nagyon finom voltam. Révai Péter koronaőr beszámolójának hiteltelenítésére még néhány, eddig még nem ismertetett, hát érvet idézőjelben föl szoktak hozni. Ilyen például az, hogy hát a művének a címlapján ez a metszet látható. Révai Péter 1613-as művének a címlapján tényleg ez a metszet látható. Na most ez a magyar szent korona? Hát így néz ki. Most természetesen nem. Mi a következtetés? Tehát Révai Péter ennyit ér. Tényleg Révai Péter ér ennyit? Hát hol adták ki a könyvét? Augsburgban. Ő maga illusztrálta? Dehogy ő illusztrálta. Wolfgang Kilian illusztrálta, a kor egyik legkiválóbb rézmetszője. Mit tudott Wolfgang Kilian a magyar szent koronáról? Azt a három mondatot, amit leírt róla a könyvében Révai Péter. Mert Révai Péter nem a korona külalakjával foglalkozott a könyvében, hanem a korona történetével és működésrendjével. Tehát ő csak nagyon röviden írja le a koronát, és ez talán nem egészen véletlen, a koronát nem lehetett csak úgy leírogatni, meg ábrázolgatni. Tabu volt, mint minden szent tárgy. Tehát ez azt jelenti, hogy éppen annyit írt le belőle, amennyi számunkra ma a legfontosabb, hogy hátul mi van, miért, mert azt nem lehet látni. Tehát roppant lényeges dolog, hogy ennek a pár adatnak az alapján kellett Wolfgang Kiliannak mindenféle konzultációs lehetőség nélkül valamilyen címlapképet fogalmaznia. Hát ha ő egyszer ilyenfajta koronákat ismert, annak a leírásnak alapján, amit Révai Péter adott, nem lehetett ennél pontosabbat. Tehát ki itt a pontatlan Révai? Hát dehogy. Wolfgang Kilian. Hát mi vonatkozik ebből Révaira? Semmiféle érvet nem lehet ebből kovácsolni Révai hiteltelenítésére. Kérném a következőt. A képet azért vetítem, mert ez 1790-ben készült, amikor hazahozták a koronát. És miután annyira szabálytalan volt a kivitele is és a visszahozatala is, egy eddig számunkra ismeretlen személy vagy személyek egy átvételi elismervénnyel is felérő metszet kettőst jelentettek meg, olyan felirattal, hogy ilyennek írták le tudós eleink a magyar szent koronát, ez lényegében az, ahogyan Révai Péter könyvének a címlapján látjuk, és aztán mi ilyennek találtuk, írja, hogy melyik évnek, tehát 1790 évnek hanyadik hanyadik napján. Na most ilyet mikor állít ki az ember? Hát akkor, amikor tudja, hogy nem abban az állapotban kapta vissza a tárgyat, ahogyan kivitték. Tehát gondolom, hogy ha II. József még túlélte volna néhány hónappal ezt a tényt, olyan keményen felségsértés vágyával hazavágták volna ezt az embert, mert ez azt jelenti egyértelmű, hogy a királyunk csaló, hazudozó. Nem abban az állapotban adja vissza a koronánkat, ahogyan kivitette. Na most ez arra figyelmeztet, hogy a kortársak bizony tudták, hogy Dukász Mihály, és valószínű azt is, hogy a másik kettő nem eredeti a koronán. Honnan tudjuk ezt még? Egy nagyon fontos adatunk van még. 1792-ben egy Decsi Sámuel nevezetű bécsi orvos leírja a koronát sokkal részletesebben, mint az előző század elején Révai Péter, egészen részletesen, hát ő már 1792-ben írja le, tehát a hazatérés után, leírja azokat a képeket, amelyek ma is rajta vannak, tehát Dukász Mihályt, Geovitszászt, Kont. Igen ám, de amikor az égkövek ismertetésére kerül sor, szépen sorba írja őket, és amikor hátra ír,
ér, akkor azt mondja, hogy és a zafír, amelyik a Szűz Mária kép alatt van. És ő magyarul ír. Nem lehet félre magyarázni. Tehát pontosan tudta még 1792-ben is, hogy hátul Szűz Mária kép volt. Annak ellenére, hogy ő maga is leírja az akkori állapotot, amikor már Lukász kép volt. Most mit lehet csinálni ilyen adatokkal? Csak egy dolgot, agyon hallgatni. Tehát ezek már közé vannak téve. Tehát itt nem kérdés, hogy Szűz Mária volt-e vagy más. Itt arról van szó, hogy a szerepét tisztázzuk, és azt, hogy mikor, milyen céllal vették le. Ez a második bizánci birodalom, ez végül is nem alakult meg. Tehát nem lett belőle, de nem értenénk meg, ha nem ismernénk, hogy mi történt itt az 1780-as években, hogy miért ezt a császárt tették föl. Miért pont Dukász Mihály? Dukász Mihály az egész bizánci birodalom fönnállás alatt lehet mondani, a leggyengébb kezű bizánci császár volt. Nem érti az ember, miért nem lehetett mást föltenni. Ezt a koronát a második bizánci császárság koronájává akarták átsminkelni. És csak akkor értem meg, miért vannak kifoglalás nyomai a pantokrátor képen elől, mert valószínűleg már ki is foglalták. És akkor értem meg, hogy miért éppen Dukász Mihálynak a képe került ide. Miért? Azért, mert Dukász Mihály 1071-ben került trónra. És 1071-ben közvetlen trónra lépése előtt volt az a csata, amelyikben a szeldzsuk török haderő teljesen szétzúzta a bizánci hadsereget. Ez a Manzikerti, más néven a Malazgirti csata volt. És ezzel Bizáncnak az anatóliai uralma véget ért. Tehát ha ők Anatóliáig akarják a bizánci birodalmat újra helyreállítani, akkor mettől kezdve kell visszamenőleg a jogfolytonosságot jelölni. Dukász Mihálytól. Mert Dukász Mihály alatt jogszerint még a teljes birodalom élt. Más kérdés, hogy de facto már nem. Tehát ördögi logikával teljesen pontosan lehet tudni, hogy igenis Dukász Mihályt kellett ide helyezni. Mert innentől kezdve óhajtották jogfolytonosan helyreállítani a bizánci birodalmat. Nem is titkolták. És ki lett volna az első császára, minden meg volt már. Tehát hangsúlyozom, itt a leírások nagyon pontosak, és Jancsó Benedek talán egyetlen magyar történész. Ez egy erdélyi történetíró volt, és még a monarchia idején élt. Nem is fogadták jól a könyvét, meg kell mondjam, de leírta. Tehát ennek a birodalomnak, most nagyon rövidítve, az első császára Konstantinosz nagyherceg lett volna. Ő orosz nagyherceg volt ugyan, de elhitette második Katalin, cárnő, ennek a tervnek a kiagyalója az összes európai hatalmassággal, hogy ők nem fogják annektálni ezt a területet. Na most, aki egy orosznak akár csak egy fél pillanatra is elhiszi bármelyik ígéretét, annak úgy kell, hogy történjék vele, ami történik. Én azt hiszem, hogy álmukban se tudnak igazat mondani. Nem rossz szándékból hozzászoktatták őket. Lehet, hogy nagyon jók közben, lehet, hogy nagyon aranyosak, ilyennel is találkoztam, de egész egyszer azt se tudja, mikor hazudik. De valami döbbenetes, tényleg. És hogy még mindig mennyire lépre megyünk ennek. Tehát lényeg az, hogy bevették az európai hatalmak, előre nyomult az orosz haderő, elfoglalta természetesen az egész azóta dél-orosz síkságnak nevezett síkságot, elfoglalta a Krím-félszigetet egészen a déli csücskéig, még ahhoz is ragaszkodtak, hogy Konstantin nagyherceg mellett görög nyelvű udvartartás legyen, eljátszották azt a bohózati tréfát, hogy volt körülötte egy kis hadsereg görög vezényleti nyelvvel, és hogy az elfoglalt városokat a Krím-félszigeten a kulcsfontosságban görög néven nevezték el. Hát egyet ezek közül biztosan ismerünk. Ez ma is hadikikötő. Szevasztopol. Megesküdne egy átlag mai magyar hallgató néző,
hogy ez antik görög alapítás. Dehogy antik görög alapítás. Második Katalin alapította a hadikikötőnek. És akkor miért görög neve van? Hát ezért. És beljebb a szárazföldön Szimferopol ugyanezt a szerepet játszotta. Elhitetni a világgal, hogy itt tényleg második bizánci birodalom lesz. Tehát görögül nevezünk el dolgokat, görög vezényleti nyelv van, görög udvartartás van, és itt van.